Ezek a tározók azért készültek, hogy segítsék a vízgazdálkodást a Feti vízik területén. Májusra azonban már a hosszú ideje tartó szárazság és a tavaszi árhullámok hiánya miatt jelentős aszály alakult ki, amelyen a következő napok esős időjárása segíthet. A Feti vízik működési területén, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy utóbbi időszakban egy csapadék hiányos időszak volt. Ez azt jelenti, hogy április hónapban összesen 12 mm csapadékot mértünk, ez jóval az átlag alatti, mintegy 30 mm-rel, tehát az átlag egyharmada, és emiatt április végére egy közepesen aszályos időszak alakult ki, közepes aszály jelent meg. A csapadékhiányra jellemző, hogy éves szinten mintegy 67 mm a csapadékhiány, ami azt jelenti, hogy körülbelül április végéig egy havi a csapadékhiány, egy hónapnyi csapadékkal kevesebb esett, és emiatt szárazság alakult ki, a talajvizek is alacsonyak, tehát az azt jelenti, hogy területünkön mintegy 4 méter 65 centi mélyen vannak a talajvizek, ez egy olyan 2 méterrel alacsonyabb az átlagnál. A májusi kevés eső javított az aszály helyzetén, jelenleg Tiszabecs és Kölcse környékén még közepes az aszály mértéke, a többi területen azonban enyhült a súlyos vízhiány, tette hozzá az osztályvezető. A csapadékhiányos időszak következtében a tározók töltésére, feltöltésére korlátozott lehetőség volt. A területünkön a Rohodi, Pazarnyi, Szamosmenti és Harangodi tározókban egyáltalán nincs víz, ebből három a nyírségben van, illetve lényegesen alacsonyabb a vízszint a leveleki tározóban is, és a vajai tározóban is a megszokottnál. Ahol volt lehetőség, törekedtünk a vízpótlásra, tehát a Rétközi tóba volt visszapótlás, a Tiszánál van egy szivattyús vízpótló állomás kiépítve, itt megtörtént a víz beadagolása, illetve ahol volt lehetőség, például a Keletnyírben, Tiszaszamos közben vízvisszatartásokat, medertározásokat végeztünk. Ez azt jelenti, hogy a zsilipek zárva vannak, és a vizet visszatartjuk vízpótlási céllal. Az aszályhelyzetet egy aszálymonitoring rendszer felügyeli, amely hat állomásból áll és méri a talajnedvességet, csapadékot, léghőmérsékletet, így segíti a szakemberek munkáját. Luca Zoltán hozzátette, jelenleg abban bíznak, hogy a következő napok csapadékos időjárása csökkenti az aszályhelyzet súlyosságát, vagy legalábbis nem engedi tovább romlani az állapotokat.